Horvát Éva anyák napján adott életet első gyermekének, Kristófnak, azóta is újdonsült anyuka minden pillanata a pici körül forog, és kiélvez minden percet, amit kisfiával tölthet. Évát most Skype-on kapcsoljuk. Jó reggelt, szia Éva! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hát lassan 3 hete, hogy megszületett Kristóf. Hogy vagy? Nem csak, hogy milyen állapotban vagy. Jó, mert szemüveg nélkül nem látom. Azt hittem, ott a picike is. De arra, hogy igen, egyébként ez annyira meglep engem, hogy nagyon sokan csodálkoznak ezzel, hogy milyen állapotban vagyok. Tehát én teljesen jól élem meg. Jaj, nem úgy értettem, bocsánat, jaj, nem úgy akartam, jaj, nem úgy, hogy így milyen állapotban vagy, hanem de hogy vagy, hogy konyhában vagy. Tehát az, arra voltam kíváncsi, hát te mindig csinos vagy, úgyhogy ez nem volt kérdés. Az nem volt kérdés. De egyébként nem csoda, hogy meglepődnek, egy bikinis képet is kiraktál, és nagyon jól nézel ki, tehát mintha nem is szültél volna. Az drága, na jó, az a bikinis kép az akkor készült, amikor már 5 hónapos terhes, vagy 4 hónapos terhes. Hogy ez a csalafintaság. Látod, én ilyen hiszékeny vagyok. Az nem egy mostani kép volt, de tényleg visszatérve erre, hogy én ezt teljesen jól élem meg, tehát, hogyha éjszaka föl kell kelni engem, ez egyáltalán nem probléma, én imádom ennek minden pillanatát, ugyanúgy, ahogy a terhességnek is imádtam minden pillanatát. Jó, mondjuk az utolsó egy hete, ott az már nehézkes volt, azt bevallom. De Kristóf, hozzáteszem, hogy nagyon jó kisbaba, eszik, alszik, skubizik, ugye ezért tett az beceneves Skubika. Minden látom, héten olyan új becenevet adsz neki, azt olvastam, ez így van? Most éppen a Skubi van még napirenden, de ennek a Skubi Urfi, Skubesco, Skubo Bubo. A lehetőségek erre ez a határtalan. De pont mondták, hogy azért jó lenne egy kicsit visszatérni a Kristófra is, hogy szokja a kis nevét, úgyhogy... Ne, az tök aranyos szerintem, hogyha egy gyereknek ilyen, vannak ilyen jó becenevei, én is ezt csináltam egyébként a gyerekeimmel, tehát azért egy-egy becenév mindig becsúszott, és az olyan kedves tud lenni szerintem. Nekem ez tetszik. Igen, nagyon, én is nagyon aranyos, mert hát tényleg abszolút jellemző őt. Tehát szemekkel néz, körbe nézi a fényeket, néz engem, hogy hoppá, te ki vagy, valaki jön, akkor őt is megnézi, hogy na te most ki vagy, miért érkeztél hozzánk. Nyugodt baba egyébként? Hogy mondod? Nyugodt baba? Nyugodt, igen, nagyon nyugodt. Hagy aludni nagyon... téged? Milyenek az éjszakáitok? Általában 2-3 óránként kellünk ugye enni, cicizni, de tényleg nagyon-nagyon jó baba. Én azt gondolom, hogy ő kifejezetten jó baba. Nyilván ehhez egyébként kell az, hogy én az egész terhességemet nyugodtan éltem meg, most is teljesen nyugodt vagyok, ki látja, érzi a kiegyensúlyozottságot, úgyhogy én gondolom, hogy ez fontos. Igen, egyébként mi is találkoztunk még a terhességed alatt egy párszor, és annyira kiegyensúlyozott volt, és annyira nyugodtan vitted végig ezt az egészet, hogy ez biztos, hogy érezhető rajta is, és átvette ezt az egész rezgést. Én azt gondolom, igen, hogy ez nagyon sokat számít, hogy ott van. Erre törekedtél? Nem erre törekedtem, egyszerűen így alakult. Én tudtam azt egyébként, hogy egy laza anyuka leszek. Én még tényleg utolsó nap is mentem, kirándultam Szentendrén, a szülés előtti napon kirándultam. Mások elvileg már 6 hónapos kortól otthon fekszenek, míg elvállaltam egy televíziós műsort, és semmi bajom nem volt. Imádott autózni, egyébként most is imád ebből kifolyólag autózni. Most itthon igény szerint etetem egyébként, tehát hogyha ő megéhezik, akkor én adok neki. Nem az van, hogy 3 óránként ébrezgetem, hogy már pedig most eljött a te időd, és most enned kell. Úgyhogy ez egyelőre bevált, és én ezt szeretném továbbiakban is követni. Nekem ez tetszik, ahogy te erről az egésztől beszélsz, megmondom neked őszintén, így élő műsorban. Tehát én azt gondolom, így most látatlanban kevés időt beszélgettünk, de hogy te jó anyuka leszel, vagy már az vagy, ugyebár. Nekem ez tetszik. Gondolom, hogy igen, én remélem, hogy már az vagyok. Nem tudom, hogy jó anyuka, vagy milyen anyuka vagyok. Én ezt így csinálom, és ez nekem bevált, és ő egy visszaigazolás, hogy ő ezt szereti, ezt a fajta dolgot. Tényleg ezt az igény szerinti táplálást. Voltak barátnőim, akiknél láttam azt, hogy teljesen másképp álltak hozzá, ez a 3 óránként ébresztés, égidő. Fú, és aztán teljes káosz volt, teljes mértékben összeomlott. Én megyek magammal, visszük a postára, megyünk bevásárolni, berakom a kis babakocsiba, nagyjából tudom ugye, hogy mikor, vagyis hát, hogy pontosan tudom, hogy na most akkor vége van az etetésnek, indulhatunk, és teljes végig aluszta az egészet, semmi baj nincs vele.
Úgyhogy én nagyon imádtam. És mi a, annyira mi a szituáció az apukával? Mennyire segít, mennyire veszik a részét ebből az egészből? Mindenki kiveszi, igen, a saját részét. Tehát, hogy én mondjuk tegnap is voltam, elmentem, szépségnapot tartottam, és nagyon meglepődtek, hogy hát én már ennyi idő után szépségnapot tudok tartani. Hát nyilván ez arra van szükség, egyrészt erre az igény szerinti táplálás, a másrészt azt, hogy akkor mobilan tudjanak ott fogadni, harmadrészt pedig, hogy akkor addig akkor itthon vigyázzanak rá. Úgyhogy szerencsére van segítségem. Viszont te nagyon nagy macska barát is vagy. Hogy reagáltak a macska? Igen, és nagyon, egy képet is posztoltál, hogy a cicák ott vannak a gyerek körül. Ugye nagyon sokan mondják, hogy nagyon sok betegséget hordoznak a macskák, te ettől nem félsz, vagy hogy viszonyultál ehhez? Hát erről írtam már a blogomban, igen. Ez a legnagyobb veszélyt, ez a terhesség alatt jelenti, ez a toxoplazma. Na most le is írtam azt, hogy gyakorlatilag a macskákban annak az esélye, hogy előfordul a toxoplazma, szinte a nullával egyenlő. Úgyhogy nagyon szomorú egyébként, hogy nagyon sokan ilyenkor megválnak a házi állatoktól. Én ezt nem tettem, nem is kaptam el soha toxoplazmát, teljesen egészséges a kis, minden rendben van. Úgyhogy én nem hiszek ezekben. Az, hogy itt egy cica, aki csak a lakásban él, nem megy hozzá, nyilván nem fekszik be az ágyába, nem szagolgatja őt közelről, ő csak itt távolról szemléli, hogy úr, nézd, hogy ez nem kutya, nem cica, vajon mi lesz? Éva, nagyon szépen köszönjük neked. És sok boldogságot és egészséget. Sok-sok boldog pillanatot nektek. Köszönjük. Nagyon köszönöm. Szia.